Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük Isten dicsőségére fennállva 167. számú énekünket, Úr Jézus, mely igen drága a Te igédnek világa. Thank you.
minden áldás jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Ámen. Keresztény testvéreim, eltek tegyünk vallást, ami győzedelmes hitünkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt, elmondva együtt a keresztény anyaszentegyház egyetemes hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítetté, meghala és eltemetteté. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, honnan nézzen eljövendő ítélni eleveneket és voltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közösséges keresztény anya szent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testének feltámadását és az örök életet. Ámen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istenünk szent ígéjét, amellyel keresi a mi szívünket ebben a csendes órában, úgy, amint írva található a Máté írása szerint való evangélium második részében, a 9-től 12-ig eredő verseket olvasunk, hallgassuk meg Isten ígéjét alázatos szívvel és lélekkel, az ige hosszára való tekintettel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Ők pedig a király beszédét hallván elindulnak. És ímé a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek van. És mikor meglátták a csillagot, igen, nagy örömmel örvendezik. És bemennén a házba, ott találják a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tűnek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjén és mirhát. És mivel álomban megintette, hogy Heródesen vissza ne menjenek, más úton térjenek vissza hazájukba. És mivel álomban megintette, hogy Heródesen vissza ne menjenek, más úton térjenek vissza hazájukba. Eddig tart az alapíge. Kedves testvéreim, és mondhatom így ünneplő gyülekezet, hiszen minden egyes ima heti alkalom ünnep, ami számunkra, amikor összegyűlhetünk, amikor Isten ígéjét hallhatjuk. Sokszor szokták az emberi életet utazáshoz hasonlítani, egy olyan folyamathoz, aminek van kezdete, van közepe és van vége. Az élet tehát nem más, mint mozgás. Egy olyan dinamikus állapot, amiben kell lennie előrehaladásnak, kell lennie fejlődésnek. Hogyha nincsen előrehaladás, ha nincsen fejlődés, akkor nem is lehet életről beszélni. Vagyis ameddig csak élünk, addig mindig valamerre tart. Az viszont egyáltalán nem mindegy, testvéreink, hogy merre van az arra, hogy merre tart. Biblia olvasó és Biblia ismerő emberekként nagyon jól tudjuk azt, hogy vannak utak, vannak olyan életutak, amelyek nehezen járhatóak, amelyek rögösek, amelyek próbákkal teletűzdeltek, de ezek a rögös utak, ezek az életre visznek. És vannak olyan utak, amelyeken kényelmes a haladás, amelyek sikerrel és minden jóval kecsegtetnek, amit a földi életben az ember megkaphat és megszerezhet, de közben a maga lelkével fizet érte, és ezek az utak utoljára, halálba, a kárhozatra visznek. Nagyon fontos tehát, hogy életünk során újra meg újra jó döntéseket hozzunk,
És olyan utakat válaszunk, amelyek az életre vezetnek. De hogyan dönthetjük el, hogy melyik út a jó? Melyik vezet az életre, és melyik vezet halálba, a kárhozatra? Hogyha a mi földi utazásunkra gondolunk, hogy általában akkor ma már szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a technika vívmányaként ott van számunkra a GPS, ugye a helynek határozó rendszer, amikor az ember valahová el akar jutni, akkor bekötyögteti az úticélt, a helynek határozó rendszer megmondja, megállapítja, hogy ő abban a pillanatban éppen hol található, és a körülbelül mennyi idő alatt jut el a megfelelő helyre. Bizony nagyon sokszor jó ezt használni, mert egyébként olyan terülő utakra megyünk, ami nem biztos, hogy kellemes a mi számunkra, viszont nem csak ilyen földi utak vannak, hanem vannak lelki utak is. És az életünk során sokszor kerülhetünk olyan útvesztőkbe, akár sárkutcákba, vagy olyan mélységekbe juthatunk, ahol tanástalanok vagyunk. Csak toporgunk, csak gondolkodunk, vagy kétségbe esünk, mert minden ajtó bezárul, és azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetséges ebből az élethelyzetből megszabadulni. Van egyáltalán lehetőség az újrakezdésre, van-e lehetőség a folytatásra, ugye, mert amikor a földi utazásunk során ezeket a helyre határozó rendszereket követjük, akkor abban van újra tervezés. Vajon van-e a mi lelki utazásunkban ilyen újra tervezés? Ez a ma felolvasott íge, amellyel az idei egyetemes imahetünk zárul, ez ebben akar minket segíteni és egy kicsit eligazítani, hogy amikor talán lélekben úgy elveszetteknek érezzük magunkat, vagy amikor kilátástalannak látjuk és érezzük az életünket, a sorsunkat, a helyzetünket, vagy talán sötét színekkel festik meg számunkra a jövendőt, akkor mi a teendő és hogyan lehetséges ezekben a helyzetekben is türelmeseknek lenni, maradni, és aztán így megtervezni a jövendőt. Lássuk hát testvéreim, hogy honnan jöttek ezek a bölcsek, lássuk, hogy mit találtak, és végül pedig, hogy hogyan folytatták az útjukat, hogyan mentek tovább. Ugye az elmúlt napok során többször hangzott el napkeleti bölcseknek a neve, hogy kik voltak ők, igazából nem tudjuk, és úgy gondolom, hogy ez az üdvösségünk szempontjából nem is igazán lényeges. Egyszerűen annyit tudunk róluk, hogy mágusok voltak, a görög szöveg is így nevezi őket, mágusok, babilóniai vagy perzsa tudósok, tudós emberek, akik nagyon fejlett csillagászati tudással bírtak, és ők olvastak valahol egy proféciát, hogy fel fog majd tűnni egy fényes üstökös Jupiter közelében, és ez egy csodálatos jel lesz, valami rendkívüli fog történni. És utána olvastak, és tényleg volt egy hiedelem, egy jóslat, amely szerint ennek a csillagnak a feltűnése a messiásnak, a világ megváltójának, a zsidók új királyának a megszületését jelzi majd. Elindultak hát messze távolból Jeruzsálembe, hogy a saját szemükkel bizonyosodjanak meg ennek a jövendőlésnek az igazságáról, a valóságáról, és így jutnak el aztán Jeruzsálembe, és hol kereshetnék máshol az újonnan született király, mint Herodes király palotájában. Tőle tudakozzák és kérdezik, hogy hol van a zsidó király, mert látok az ő csillagát feltűnni napkeleten. Herodes persze nagy zavarában kéreti az összes könyvet, amiből megtudhatja a választ, és a tudósoknak nem nagy nehézségre sikerül megtalálni a proféták jóslatát, miszerint a messiásnak Júda városában, Betlehemben kellett megszületnie. Elindultak hát, megtalálják a messiást, meggyőződjenek a jóslatról, és mielőtt elindultak volna, Herodes király a lelkükre kötötte, hogy ha megtalálják Jézust, akkor térjenek majd vissza hozzá, és mondják el a születés helyét, hogy ő is elmenjen és tiszteletét tegyen.
nem kímélte, aki a gyermekeit is megölette, hogy ne legyen veszélyeztetve az ő trónja és uralkodása, Jézussal sem tett volna másképpen. Elindulnak hát a bölcsek, hogy megtalálják Jézust. De amikor megtalálják, akkor szembesülve a csodával, megtapasztalva, nem térnek vissza Heródeshez, ahogyan majd látni fogjuk, hanem más úton térnek vissza hazájukba. Úgy gondolom, testvéreim, hogy mi nagyon sokszor jártuk a bölcsek útját, akár az elmúlt esztendőben, vagy esztendőben nagyon sok nehézség, nagyon sok megpróbáltatás ért minket, talán abban is akadályoztatva voltunk, hogy eljuthassunk akár karácsony ünnepén ide a templomba, hogy Jézussal találkozhassunk, hogy az örömöt megoszthassuk egymással, de hála legyen Istennek, hogy ezeket a kihívásokat mi már magunk mögött tudhatjuk, és áldottak ezek az alkalmak, amikor összegyűlhetünk és az éget fölé hajolhatunk. Nagyon fontos az, hogy találkozzunk egymással, nagyon fontos az, hogy találkozzunk Istennel, nagyon fontos az, hogy valami olyat halljunk, ami minket megerősít, ami minket erővel tölt el, hogy az élet küzdelmeit folytatni tudjuk. Ugye, amikor a bölcsek mentek, vagy a pásztorok amikor mentek, hogy Jézus megkeressék, találkoztak angyalokkal, mi is találkoztunk a hét napjaiban igehirdetőkkel, akik Isten ígéjét, Isten örömüzenetét valsogták nekünk, és próbálták a szívünkre helyezni. Tudnunk kell azonban azt, testvéreim, hogy a mi elvárásaink azok nincsenek összhangban az Úristen terveivel. Lehet, hogy valamit mi egyféleképpen várunk, vagy egyféleképpen kérünk az imádságainkban, és az egészen másképpen történik meg majd velünk, de mindenképpen úgy, hogy azt az Úristen a maga bölcsessége szerint jónak lát. Ugyanis amikor a bölcsek eljutnak Betlehembe, akkor alott a helyet egy istállót találnak. Bölcső helyet jászlat, bíbor és bársony helyet pedig rongyokat és szarvát találnak. De amikor meglátják a gyermek Jézust, még így is a maga egyszerűségében, ott a jászolban feküdve a szalmán, felismerik benne és meglátják benne a világ megváltója, a megígért messiás, és leborulnak előtte, ajándékokat adnak neki, ugye ahogyan hallottuk, aranyat, tömjén és mirhát. A kérdés azt, testvérem, hogy az elmúlt esztendőben, az elmúlt karácsony alkalmában, vagy ezeken az alkalmakon, amikor szólt hozzád Isten üzenete, Isten ígéje, találkoztál-e a te megváltó? Találkoztál-e a te szabadítóddal? Leborultál-e előtte, és adtál-e neki valamit? Megajándékoztad-e valamit? Életed rongya, mindennapi gondjaid és elvárásaid közepette, meg tudtad-e látni Jézust? Mit tudunk mi adni neki? Én úgy gondolom, hogy amikor saját magunkra, saját életünkre gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy én nem adhatok neki aranyat. Én nem adhatok neki tömjént, én nem adhatok neki mirhát, mert nekem nincs ilyen. Mi van nekem? A bűnös szívem, a panasz szava, a gondjaim, a fáradtságom. Én ezeket tudom adni, vagy ezeket tudnám adni. És tudod, testvérem, mi a legcsodálatosabb? Hogy Jézusnak nem arany kell, nem tömjén és nem mirha, hanem a te szíved. A te bűnökkel terhelt, a te megfáradt, a te megkeseredett szíved. Úgy, mint ahogyan énekeljük is egyik nagyon szép református énekünkkel, jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Mesztelen, hogy felruház, bízva abban, hogy megszánsz. És Jézus ezt szeretné. Hogy így jöjj elé, így jöjj hozzá, alkalomról alkalomra, vasárnapról vasárnapra.
jövök semmit nem hozva. Itt van szívem, neked a munkám, neked ki alkottál. Már sok hibája van, fogad kedvesen. Jézus ezt várja. Mert ha nem ezt várná, vagy ha nem ezt várta volna, akkor nem hívta volna magához így a megfáradtakat, a megterhelteket, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik meg vagytok fáradva, meg vagytok terhelve, és én megnyugtatlak titeket. Békességet adok néktek, az én békességemet. Nem úgy adom, hogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, sem ne félj. Tehát amikor Jézushoz jársz, hogy valami baj neki, ő hamarabb megajándékoz téged. Mert Jézus az ő élete során, még mielőtt bárki segítségért fordult volna hozzá, vagy kérdéssel fordult volna hozzá, már meglátta, már átérezte, hogy mi van annak az embernek a szívében, a lelkében. És azt adta meg neki, amire a leginkább szüksége volt. Azt adta meg neki, amire éppen abban a kiszolgáltatott élethelyzetben a leginkább várt. És ez a csodálatos, testvéreim, hogy mi, akik ma itt ülünk, mi olyanok vagyunk Isten előtt, mintha egy mikroszkóp alatti kis üveglapon ülnénk. Isten belénk lát, Isten átlát rajtunk, látja a fájdalmunkat, látja az örömünket, látja a próbáinkat, látja a küzdelmeinket, és ő tudja a legjobban, hogy mire van szükségünk. Jézus nem azért jött, hogy uralkodj. Jézus azért jött, hogy szolgálj. Jézus nem azért jött, hogy ő meggazdagodjon itt a világban, hanem azért jött, hogy az ő szegénység által mi legyünk gazdagokká. És ezt tapasztalták meg, ezt élték át a napkeleti bölcsek Jézussal találkozva. És ezt tapasztalhatod meg te is, ha a mindennapi életed gondjairól felemeled a tekintetet Krisztusra, Krisztus keresztjére. Megtapasztalhatod ezt akkor, amikor úgy érzed, hogy az élet hullámai összecsapnak a fejed fölött. Megtapasztalhatod azt, amikor a mélység ellenére biztosan mész, mert Jézusra emeled a tekinteted. Éppen úgy, mint Péter, akkor, amikor a hajóból kilépve a tengeren szeretett volna járni, ameddig Jézusra szegezte a tekintetét, ameddig őt látta maga előtt, addig biztosan haladt, de amikor lefelé nézett, amikor a mélységet látta, akkor megrémült és süllyedni kezdett, és Krisztus megragadta őt és bevonta a hajóba. És számon kérte tőle, miért volt kicsinyhitű, miért nem bízott benne. Milyen hányszor, milyen sokszor vagyunk mi is ilyen élethelyzetben. Amikor tudjuk, hogy Istennek hatalma van, ami életünkben csodát tesz, amikor tudjuk, mert tapasztaltuk már, hogy ő mindennél és mindenkinél erősebb. És elindulunk, de aztán mégis arra gondolunk, hogy mi erre képtelenek vagyunk, képtelenek leszünk, és süllyedezni kezdünk, és igen, ilyenkor kiáltunk a mi megváltónkhoz, Jézushoz, mint olyan egykor a viharos tengeren a tanítványok felrázták őt, Uram, hát nem törődsz vele, hogy elveszünk. Dehogy nem törődik vele. Csak arra vár, hogy bízd benne. És tudjátok, ezért engedi meg sokszor azt Isten, hogy minden ajtó bezáruljon körülöttünk. Azért engedi meg, hogy bajba, vagy nyomorúságba jussunk, hogy problémáink, hogy gondjaink legyenek, hogy veszteségeket és kudarcokat éljünk meg, mert a legőszintébb imádság akkor száll a szívünkből Isten felé, amikor bajban vagyunk. Amikor nehéz az életünk, amikor nehéz a sorsunk. Nem ilyenkor szoktál te is hittel imádkozni? Nem ilyenkor szoktad kérni azt, hogy Uram Isten, segíts meg, emelj fel, szabadíts meg. Milyen jó lenne, hogyha az örömben, az áldott alkalmakban is tudnánk hálásak lenni. Tudnánk köszönetet mondani. Azért, amit Istentől kapunk, mindenért. Amit az ő bölcsességéből számunkra nap-nap után kínál. A napkeleti bölcsek, noha az akkori világ legdrágább kincseit hozták, aranyat, tömjét és mérát, mégis gazdagabban tértek vissza hazájukba, mint ahogyan jöttek. És mivel az angyal által megintettek, olyan mondja az ég, hogy Herodesre vissza ne térjenek, más úton tértek vissza hazájukba. A régi út, amin a napkeleti bölcsek
visszamentek volna Jeruzsálembe, az egyenesen Isten fiának a megölését jelentette volna. A régi út Krisztus elvesztésének az útja lett volna. És ez azt jelenti, testvéreim, hogy ha mi is a régi úton járunk ebben az esztendőben, akkor Krisztus kihal a szívünkből. Hiába született meg a szívünkben karácsonykor. Hiába fogadtuk azt a sákramentumok elvételekor, hogy egész életünket neki fogjuk szentelni, hogyha régi utakon járunk, ha a régi rossz szokásaink irányítanak bennünket, hogyha a Krisztussal való találkozás után nem változik meg az életünk. Mert tudjátok, nem mindenkinek sikerült Jézus korában sem hithetni. Mindig is voltak olyanok, akik olyan majdnem keresztényekként éltek. Miért mondom azt, hogy majdnem keresztények? Milyenek ezek a majdnem keresztények? Azok, akik úgy hisznek is, meg nem is, akik úgy bíznak is Istenben, meg nem is, de akkor, amikor valamit fel kell áldozni, amikor valamiről le kell mondani, akkor inkább nem hisznek, mint hisznek. Ugye sokan találkoztak Jézussal. Ott volt a gazdag ifjú. Megkérdezte Jézust, hogy hogyan nyerhetek üdvösséget? Hogyan juthatok be a mennyek országába? És mit mond neki Jézus? Oszd szét mindened, a szegények között is kincsed lesz a mennyben. És mivel nagyon gazdag volt ez az ifjú, ezért megszomorodva távozott. Vajon mi miről lennénk képesek, készek, hajlandóak lemondani azért, hogy Isten gyermekeiként kincsünk és helyünk legyen a mennyben. Le tudnánk-e bármiről is mondani? Le tudnánk-e mondani a szülők? Le tudnánk-e mondani a szeretett, drága, egyszem gyermekről? Le tudnánk-e mondani az egészségünkről? Le tudnánk-e mondani mindenről azért, hogy gyermeki bizalommal kezünk, fejünket Isten kezébe, Isten tenyerébe hajtsuk, és rábízzuk a sorsunkat, az életünket. Vagy ott volt ugye Nikodémus, aki a törvény ismerőjeként éjszaka, sötétben ment Jézushoz, nehogy valaki meglássa, nehogy már hírbe hozzák, hogy ő megy Izrael tanítója Jézushoz tanácsot kérni. Ő is megkérdezte Jézust, hogy hogyan üdvözülnek. És azt mondja Jézus neki, hogy szükség néked újonnan születne. És Nikodémus erre mit kérdez? Hát visszamehetek-e az én anyám, még egyszer? Mit beszél ez a Jézus? Miféle tanítás ez? És meg volt ránkozva távozott. Pedig mindnyájan tudjuk és értjük, hogy itt nem erről van szó. Az újonnan való születés, az teljesen új gondolatot, teljesen új életvitel, teljesen új hozzáállás jelent az ember életében, mert amikor valaki már élete során Jézussal találkozott, amikor egyszer már őt megragadta, annak az élete gyökeresen meg kell változzon. Úgy, mint ahogyan megváltozott Saulus élete. Aki Krisztus legnagyobb ellenségéből a legsikeresebb apostolává lett, ugye? Életét kockáztatta több alkalommal. Fél voltan konszulták őt el, vérbefagyva, de akkor sem hagyta abba az ige hirdetését. Újra kiállt és újra szólt. Vagy ott volt Mária Magdolna, aki egy új élettel ajándékozott meg Jézus. Ő volt az első, aki kifutott a sírhoz, amikor hallotta, hogy Jézus feltámadt a halálból. Vagy ott voltak azok az egyszerű emberek, Péter és András, halászok, akiket emberhalászokká tett Jézus, akiket ige hirdetőkké tett Jézus, akiknek az egész élete minőségileg átváltozott. Vagy ott volt Zákeus, vagy ott volt Lévi, aki Mátévá lett, ugye ennek az evangéliumnak is hagyomány szerint a szerzője.
Én nagyon szeretném azt, testvéreim, hogy mi is más utakon térjünk vissza otthonainkba. Én nagyon szeretném azt, hogy mi is más úton térjünk haza. Hogy feledjük el azt az életet, amit eddig éltünk, feledjük el a félelmeinket, a fájdalmainkat, a kétségbeesésünket, a bizonytalanságunkat, és maradjon meg számunkra a szívünkben, a lelkünkben, a Krisztussal való találkozásnak az öröme és bizonyosság, hogy az ő jelenlétében oszlik minden félelem, minden kétel, minden bánat, minden szomorúság. Mert ő eddig is gondot viselt ránk, és megtartott minket, meg annyi probléma és küzdelem közepette. Betegségből lábunkra állhattunk, újra ide eljöhettünk. Mert ő mindig ott volt, ott van, és ott akar lenni, jelen akar lenni az életedben, az életünkben. Ő szüntelenül kopogtat, ő szüntelenül várja, hogy bebocsásd őt az életedbe. Nem csak itt a templomban szól hozzá, hanem sokszor otthon, csendesen, a lélek hangja által, amikor egy gyermekkorodban tanult vagy hallott aranymondás, a füledben csendül, bátorít és bíztat és vigasztal és erősít, mert Jézus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Hát fogadjuk meg, testvéreim, ezt a mai ígét, legyen ez számunkra nem egy egyszerű tanítás, hanem én úgy mondom inkább, hogy egy felhívás. Gondoljuk át, értékeljük át életünket, és az elmúlt napok során hallott ígék fényében, tükrében más úton térjünk vissza otthonainkba, a hitnek az útján, a bizalomnak az útján, az új életnek útján, ami Krisztusban jelent. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyám, hálatelt szívvel állunk meg előtted a mai alkalommal is, hálát adva az elmúlt napokért, a te áldott üzeneteidért, amelyekkel mi szívünk jó talaját kerested, hogy az ígét oda hínsd el, hogy az bennünk gyökeret beljen, a gyümölcsöt teremjen a te dicsőségedre és a mi épülésünkre. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te elküldötted erre a világra egyszülöttedet, megváltóunkat Jézus. Köszönjük, hogy nem csak karácsony alkalmával találkozhatunk vele, hanem minden egyes alkalommal, amikor ketten vagy hárman összegyűlünk az ő nevében. Köszönjük, hogy nekünk nem kell aranyat, tömjént és mirhát a te lábaidhoz tennünk, Jézus. Hanem hozhatjuk a mi szívünket, hozhatjuk a mi életünket, és igen, panaszkodhatunk, és elsírhatjuk neked a bánatunkat, beszámolhatunk félelmeinkről, fájdalmainkról, megoszthatjuk veled örömeinket is, a szabadulás, a megtartatás örömét is. Kérünk, hogy a te testi-lelki áldásaidat szállítsd el. Kísérd a mi életünket, lépteinket. És akkor, amikor azt látnád, hogy a mi életünk tengerén járva süllyedezni, hogy életünk hajójába innen is, onnan is becsapnának a hullámok, és mi a félelemtől, hogy elveszünk, hozzád futunk, te ragadj meg minket, bíztass és bátoríts, életünk és sorsunk a legjobb és legbiztosabb helyen, te kezedben van. Köszönjük, hogy ezt nem csak ma, hanem életünk minden napján hirdeted, és köszönjük, hogy ezt számtalanszor meg is tapasztalhatjuk. Légy hát velünk, ezzel a gyülekezettel, légy a mi drága szeretteinkkel, közelben és távolban, légy az özvegyekkel, az árvákkal, a betegekkel, a bajban levőkkel, a szenvedőkkel, légy a vergődő beteg világgal, a gyógyulás a világnak, a gyógyulás az embernek. És hallgass meg a mi könyörgésünket, kérésünket, ne a mi érdemünkért. Megváltódunk Jézus Krisztus érdeméért, aki így tanított minket imádkozni.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk maga, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. S ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást a hívek áldozatos szeretetére ajánlom, példaképpen véve Jézus Krisztust, aki gazdag lévén szegényére, mi az ő szegénység által legyünk gazdagokká. Mindezek után Isten népe, az Úr áldja meg és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő kegyelmes orcáját, és adjon neked békességet, Szent Fia, Krisztus Jézus által. Amen. Rendes körülmények között ilyenkor néhány szót szoktam szólni, és meg szoktam kérni a szolgáló lelkészű mutatkozónkbe a gyülekezetnek. Most ettől eltekintünk, megköszönöm tisztelettel és baráti szeretettel Varga Szilárd szolgatásának ezeket a gondolatokat, a biztatást. Isten áldjon a szolgálati helyeden, és Isten áldjon a családokban is. Gondolatilag megkívánom, hogy adja át a gyülekező ajándékát. Köszöntöm szeretettel, hogy kell mondani tanárnőm? Belkántó kórus? Hol tartunk? Ott tartunk a Belkántó kórus. Ah, persze. Jó, annyit elmondom, hogy van egy pár dolog, amit sajnálok. És az egyik is ott az első helyeken van. Ez a kórus, aminek hát Sanzler kb. 10 évig tagja voltam, úgyhogy igen, örülök, hogy most itt üdvözölhetem a kórust, és kérem a gyülekezetet, hogy fogadja a szeretettel a szolgálatot. Thank you.
hallatszik, és le is jöttem, amit mondanom kell, hogy el ne ragadjon az egyik papi betegség, hogy az ember ne tudja, hogy mikor kell szünetet tartani. Az előbb az 51. Zsoltár harmadik versére írt művet hallhatta a gyülekezet, szerzője Antonio Lotti, 1600-as, 700-as években volt olasz zeneszerző, a barokk képviselője. Egy bűnbánó zsoltár, ez az 51. zsoltár. Az Isten könyörületére szorult sötét világba csillag ragyogással küldi a reményt. A megígért messiás megérkezik, karácsony lett, idei imahét mottója, vezető üzenete pedig a Máté evangéliumában, a második fejezet 10. és 11. verseinek ölelkezésében ajándékunk, és ez így hangzik, mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttük, hogy imádjuk őt. Az imahét útját végigjárók csillaglátása, Krisztus keresése, elindulása, ma is felháborít némelyeket a királyok közül. Ott Herodes udvarát, itt az új világ hamis messiásai. Betlehem szimbóluma számunkra már csillagösvényé lett, út az örökké valóságba. A bölcsek leborulnak, az ostobák gyilkolnak ma is. A bölcsek földi kincseket ajándékozzák, kincseiket ajándékozzák, az ostobák falomra rakják, a rozsdának és a bolynak. A bölcsek már másúton haladhatnak hazafelé, vezetik őket a csillag az ég felé. Ennek a gondolatsornak keresztmetszetét szeretnénk énekeinkben megjeleníteni kétszer hármas énekcsoportban. Az első következik, felkelt immár a hajnal csillag, Mikhail Pretorius német zeneszerző műve. Második ének ebben a csoportban, én nem tudom miért szeretettünk minket Berkesi Sándor magyar zeneszerző szerzeménye. Az énekes könyvünkben a 443-as ének, de ez több szólamú. És a harmadik, keljetek fel pásztorok, Rakományi Theodosius négy ének tárából 1750-es évek közepéről való ez a szép ének. Ez következik. Thank you.
karizmatikus lelkipásztor kórusuk. 13 évvel ezelőtt 17 lelkipásztorral indult a kórus. Jelenlegi kórus vezetőnk kezdeményezésére, felhívására. És nagyon hamar a 12 lelkipásztor mellé oda szegődtek jó hangú női szólamok, és aztán bővült a kórusunk, úgyhogy ha egyetemes ökumenikus imahétről beszélünk, akkor ennek a kórusnak az összetétele még mindig jelenleg is reformátusokból, római katolikusokból, ortodoxból, unitáriusból terülik össze, és itt eltűnik minden különbözőség, mert Isten dicsőségét szolgáljuk, és az övére, az ő nevére, az ő nevének dicsőségére énekelünk. Sajnos testvéreim, hogy a papok közben kikoptak a kórusból, lelkipásztorotok új helyére került, és nagy sajnálattal vettük tudomásul, hogy egy alapemberünk a basszus szólamból hiányozni fog, de örülünk annak, hogy jó helyre került, mert halljuk, itt is van kórus, úgyhogy nem szűnt meg az énekelni szeretése. És hát több elfogadható, aztán pedig megkérdőjelezhető ok miatt végül kettőre két stabil lelkészre apadt a 12-ből a lelkészek jelenléte, ezért hát már nem hívhatjuk református lelkész kórusnak, de reméljük, hogy visszakerül ez a nép, ahogy majd visszaszállítóznak a szolgatársak, ezután a nyomorúságos állapot után, mert minden bizonnyal a Covid is távol tart sokakat a közös szolgálattól. Ezért a Belcanto nevet vettünk fel, és hát leapadtunk egy kamarakórus szintjére a közel 30 létszámról. A Belcanto azt jelenti, hogy szép ének, igyekszünk szépen énekelni. Közben egy másik kórus is együtt szolgál velünk, szintén a kórusvezetőnk készíti fel őket, mert a református gimnáziumban tanít, és a református gimnáziumban levő alsó tagozatos gyermekekből alkotott szintén egy időben a lelkész kórussal indulva egy gyermekkórus, akikkel együtt hát volt olyan karácsonyi szolgálatunk, amikor közel 70-en lehetünk jelen a Szatmári nagy római katolikus székesegyházban, ahova 6-700 ember is befér zsúfolású terve, és azóta is minden évben meg tudtuk ezt a koncertet ismételni, kivéve egy évet, de aztán ez a 13. kimaradt koncertünk a tavaly Isten kegyelméből létrejött, de már a Belcanto kórus közösségével, és a gyermekkórusunk szintén új nevet kapott, Gyöngyszem kórus névvel. A kórus vezető Vigyei Gyöngyi, ahogy mondtam, református vallás zeneinek tanár, kántor, egyházmegyei zenei előadó, a magyar kultúra lovagja, sokszor találkozik ennek a gyülekezetnek a kántorával, hát találkozott, ami lehetett, mint egyházmegyei zenei előadó, és annak külön örülünk, hogy ennek a gyülekezetnek is szakképzett, jó énekvezére van, mert a, mondjam így most már, a feleségem életmottója, hogy tudják, hogy én is ki vagyok, mindig az asszonynak kell hivatkozni, de ebben az esetben örömmel teszem. Én vagyok az egyik lelkipásztor azok közül, akik itt maradt még a kórusban, nekem kötelező. De jó szívvel és örömmel teszem, mert igyekszünk együtt szolgálni ennek a közösségnek az elő menetelét is. Még azzal a lelkésszel, a
aki szintén a háttérből nagyon nagy segítséggel igyekszik az anyagi hátterét is biztosítani azoknak a szolgálatokra, amelyek utazással és egyebekkel tartítottak. Nos hát, hol is maradtam el, hivatkoztam arra, hogy én ki vagyok, de hát annak nagyon örülök, hogy itt ez a közösség is zeneileg segítesz? Kérdem, hogy nem írtad le. Ne írtam, csak itt zárójelet tettem, és most zárom a zárójelet. Apropó magyar kultúra, de olyan régen, ugye tegnap? Ugye, tegnap volt a napja, és akkor még áthalljuk a tegnapi kultúrás dallamait és szövegeit a következő énekekben. Három ének következik, ahogyan mondottam. Joseph Haydn az Úrra hagyja az utadat című szerzeménye arról az égbevívő útról és isteni vezetésről szól, amely az imahét záró gondolata is. Aztán így himnusz hangzik el, az ősi himnusz, mielőtt a két Ferenc Kölcsey és Erkel meg nem ajándékozott volna az égi malasztal, szólt annak idején sokáig az ima boldog asszony anyák által, hogy égi patronusunk, imáink meghallgatója áldja meg nem csak a napkeleti bölcseket és azokat, kik közé született a megváltó, hanem a magyar is. Köszönjük a meghívást, a gyülekezet türelmét, szeretetét, irántunk való szolgálatát. Mi láttuk az ő csillagát, őt magát, ha most még tükör által homályosan is, de egyre tisztábban a színről színre látásig, és eljöttünk, hogy köztetek, veletek együtt, imádjuk őt, békesség Istentől. Oh.
ti is csatlakozatok a himnusz énekléshez. Az orgonát nem kérem hozzá, mert négy szólammal fogjuk énekelni, de kérem szépen, hogy ő volt a lelkedet is csatlakoznak, és négy szólammal a kórussal együtt énekünk majd jól. Because I'm here.